A magyar avantgárd irodalom és képzőművészet egyik kiemelkedő alakja, Ladik Katalin, 1942-ben született Újvidéken, napjainkban Magyarországon él és alkot. 20 évesen kezdett írni, pár éven belül szürrealista, erotikus hangvételű verseire figyeltek fel. Azóta hangkölteményeket és vizuális verseket, kísérleti zeneműveket és hangjátékokat is alkot. Versei önálló kötetekben, folyóiratokban és antológiákban is megjelentek. Dolgozott az Újvidéki Rádiónál, majd színháznál, tévés és játékfilmekben is szerepelt. Nagy színpadi tapasztalattal rendelkezik, verseit elő is adja. A kreatív interpretációnak köszönhetően új, önálló műfajt alkot. Munkásságát Kossuth és József Attila díjakkal jutalmazták. Elnyerte a Szerb Köztársaság Nemzeti Kulturális Díját, majd Magyarország babérkoszorúját is. Összművészeti tevékenységért 2016-ban megkapta a Lennon Onó békedíjat is. Kokasom, kokasom! Aki nem mégy, megfoglak, s a havasba viszlek. Ott vannak a pakulárok, a juhókat. A kutyák ugatnak, a farkasok ordítanak. Tégedet széjjel tépnek. Most megiszom a tejet. Most verést kapok, tél van és táncolok. Megiszom, táncolok, szoptatok. Lábam közt az ég, most már meghalok. Hol vagy, ki a jászolnál együtt heversz velem? Tüzes fürdőd elkész. Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Adásban Ladik Katalint, aki éppen Bukarestben van, a Nemzetközi Költészeti Fesztivál meghívottja. És egyből azzal kezdek, hogy meglepődött, mikor meghívták? Részben meglepődtem, részben nem. Valahogy úgy vagyok én már ezekkel a meghívásokkal, hogy az ember nem proféta ugye a saját falujában. Na most én ezt a falut kiterjeszteném persze a volt Jugoszlávia területére, és hát a környező országokra is. Ami azt jelenti, hogy szinte korábban törtem be a világba, elsősorban multimediális művészként, vagyis a költészetnek a hangköltészet és a vizuális költészet révén, mert a hagyományos költészetben ugye fordítóra van szüksége az embernek. De legnehezebb volt betörnöm Magyarországra, pedig magyarul írok, meg írtam addig is, amíg Jugoszláviában éltem, tehát én 50 éves koromig Jugoszláviában éltem, hiszen ott is születtem, és magyarul írtam. De reménytelennek tűnt, hogy a verseim magyarul Magyarországon, vagy Romániában magyarul megjelenjenek. Ez reménytelennek tűnt egészen a közelmúltig, de az már nem is annyira közelmúlt, hanem a rendszerváltásig. Azóta Magyarországon rendszeresen jelen vagyok, sőt, személyesen is, hiszen most már ott élek. Nagyon-nagyon szeretném, hogy visszamenjünk azért az újvidéki kezdetekhez. Azért is, mert lehet, hogy a romániai magyar nézők nem tudnak annyi mindent, vagy lehet, hogy a későbbi időkről tudnak már, amikor már ugye Magyarországra áttelepedett mondjuk. És hát engem azért meghatott egy csomó minden, amit olvastam, hogy a gyerekkoráról, ahogy beszélt, az a tudatosság, hogy ugye ott úgy érzem én legalábbis, de javítson ki, hogyha nem így van, hogy abban a kamaszlányban, vagy már felnőtt nővé érő nőben
ugye munkált az, hogy legyen egy biztonsága, egy biztos talaja, de ugyanakkor mind csak kiszabadulni akart, mind csak repülni akart, vagy hát mást akart, mint a szokmányos. Jól érzem? Vagy... Hát jól érzi persze, hiszen én ezt a maga módján meg is írtam, meg is nyilvánult, nem csak az alkotói tevékenységemben, hanem a magánéletemben is. Ugyanis ez a kettős szerep, amit én vállaltam, és a mai napig is vállalok, az, hogy a hagyomány, én hagyományőrző vagyok a magánéletben is, meg az alkotásaimban is. Tehát építek a hagyományra, amelyet én elfogadok, és tovább építem, vagy legalábbis felhasználom az újításokban, mármint az alkotói újításaimban. Tehát most konkrétabban, tehát hogyha a magánéletemről van szó, nem vagyok házasság ellenes. Házasságban éltem, szültem, tehát ez a hagyományos, úgynevezett hagyományos női szerepet is vállalom, megterhelve azzal, hogy a modernkori női szerepet is vállalom, tehát állandó munkaviszonyban vagyok 18 éves korom óta, tehát az a napi güri, a kora reggeli felkeléstől, és ugye Jugoszláviában nem igazán volt megszervezve a gyermekek elhelyezése. Nekem egy gyerekem volt a kisgyerekként, tehát az nagyon-nagyon nehéz volt a kisgyereket elhelyezni és családra bízni, mert nem volt kire bíznom. Tehát az a teher, ami egy modern dolgozónőt terheli, az abban volt részem alaposan. Ugyanakkor szerettem volna karriert is, mert ezt úgy nevezik, ugye, hogyha egy nő a magán ambícióit ki szeretné fejteni, ebben az értelemben művészi ambícióról van szó, amit a kenyérkereseti munka, meló, gürizés mellett még csináltam. Ez pedig a költészetnek a különböző műfajai, a vizuális költészet, hangköltészet, performance. Hát ehhez külön idő kellett, már pedig időszűkében voltam, hiszen az állandó munkaviszony, ugye a hagyományos családélet, az lekötött. És ez volt az a vágy, vagy az a motor, vagy az indító erő, amely engem arra ösztökélt, hogy a maximumot merítsem magamból, és a lehető leggazdaságosabban, legrövidebb idő alatt, legtöményebben, legtöbb energiával, és a legkevesebb idővel ki tudjak törni abból a keretből, de vállalva azt a keretet, de ki tudjak, és mást is felmutassak magamból. Tehát ezért voltak azért talán harsányak a kitöréseim. És talán túlexponáltam magamat, nem igazán tudtam a mértéket, hogy hát honnan tudhattam volna, hiszen nem volt tapasztalatom. Egyrészt fiatal voltam, másrészt nem igazán volt annyira kapcsolatom a külvilággal, mármint nyugattal, habár elég sok információ bejött hozzánk, mármint Jugoszláviába, de én úgy éreztem, hogy én nem utánazhatom a nyugatot vagy Amerikát, hiszen nem azok az én gondjaim, nem azok az én alapvető egzisztenciális gondjaim, mint az övéké. Tehát én nem a fogyasztó társadalom ellen küzdök, hanem ellenkezőleg egy bizonyos önfelszabadításért és önkifejezésért küzdök, ami azért elég bátor dolognak tűnt abban az időben, hiszen a nőktől az író társadalom elvárta, hogy bizonyos szemérmességgel, alázattal viszonyuljon a nagybetűs művészet iránt, vagyis az írás művészet iránt, és megvolt az a nyelvi, hogy mondjam, hát ilyen tiszteletbeli, vagyis hát ilyen elvárás, etiket, hogy hogyan írhat egy nő, miről írhat, és arról, hogyan írhat. Hát itt én bátornak számítottam, és most konkrétan az erotikára gondolok, a nemiségre, hogy úgy mertem írni, de abszolút költői módon, tehát nem banálisan, ahogyan én éreztem, és valóban ez az erotikus téma, ez vörös posztó volt nem az olvasók, hanem a kritikusok szemében, a férfi kritikusok szemében. A nők nagyon megértettek, és támogattak ebben, hogy helyettük is megmertem írni bizonyos dolgokat, és olyan módon, ahogyan én írtam. Most itt az írott versekről beszélek elsősorban. És
Érdekes módon ezek az írott versek eljutottak valami módon, illegális módon a romániai magyar olvasókhoz is, Magyarországra is, pedig hivatalosan nem juthattak el a könyveim, vagy a folyóiratok, ahol Jugoszláviában publikáltam. Most itt elsősorban ugye a két folyóiratra gondolok, amely Újvidéken megjelent, a Híd és a Szimpózion. Ez a két folyóirat eljutott mind a két területre, és ilyen módon utólagos visszajelzések alapján tudom, hogy engem olvastak Erdélyben, Romániában is, meg Magyarországon is, hiszen kaptam visszajelzéseket. Tehát ezt mondom, hogy valahogy kettős az én jelenlétem a romániai magyarság körében. Egyrészt tudtak rólam, olvastak, de személyesen nem volt alkalmam igazán jelen lenni. De Magyarországon is ugyanez volt a helyzet, hogy csak amikor áttelepült, igaz, én már a 70-es években jelen voltam időnként egy-egy performanszel Budapesten és Magyarországon, Szegeden, de azok mind olyan nagyon-nagyon különleges és szinte ilyen underground, ilyen, hát nem igazán elismert helyek voltak. De a rendszerváltás után aztán rendszeresen publikálhattam, köteteim is megjelentek. Vajon ha máshol születik Katalin? Most csak a magyar vidékekre gondoljunk. Milyen lett volna? Azért kérdezem ezt, mert nekem mindig úgy tűnt, hogy Vajdaság egy teljesen más világ volt, mint, mint Erdély, mint Magyarország, mint Felvidék. Ott volt mindig éreztem sokkal nagyobb energiát, mint ami a többi országban volt. Szabadabbak voltak az emberek, én legalábbis, akiket ismertem, vajdaságiakat. Úgy tűnt, mintha 20 évvel előbbre lennének, akár 30-al is, mint én magam. Úgy olvasottság, műveltség, kulturáltság, zene, bármilyen téren jóval előttem voltak. És azt hiszem, nem tudom, valahogy úgy érzem, hogy a legjobb helyre született. És hát ugye több nyelvű város volt Újvidék annak idején, több kultúrája volt, hát nyilván, hogy magába szívott meg egy csomó mindent. Hogy aztán a magyar gyökereket már érezte, már tudta, vagy esetleg később kereste, azt nem tudom. Valóban így lehet, ez lehet az igazság, mert én nem tudtam onnan összehasonlítani, hiszen nem jártam a környező országokban. Hát Magyarországra is csak sokkal később, 20-valahány éves koromban, 60-as évekbe kerültem át először, vagyis utaztam át először. Nem volt összehasonlítási alapom, de az tény, hogy ez a multikulturális környezet, amelyben születtem és amelyben felnőttem, ez bizonyára meghatározta a jellememet, tehát a személyiségemben is. Megjelent ez, hogy a színes, vagy az együttélés a több kultúrájú emberekkel, különböző nemzetiségűekkel, hogy ez olyan természetessé vált. És az, hogy gyerekkorom óta bekerültem az Újvidéki Rádióba gyerekszínészként, és egyszerre több nyelvű műsort hallhattam, vagy jelen voltam a készítésénél akaratlanul is, és az Újvidéki Rádióban 5 nyelven sugározták az adásokat. Nekem ez annyira természetes volt, és ez a sok színű hang, és Újvidék nem volt egy igazán magyar város. Azon mesterséges kultúrája, vagy központja volt a magyar kultúrának Újvidék, mert ott volt ugye a televízió, ott volt eleinte csak a rádió, mert nem volt tévé, hanem ott voltak a kiadók, ott voltak az újságok, folyóiratoknak a szerkesztőségei, de ott volt más nemzetiségűeknek is a szerkesztősége. Tehát állandóan egy több kultúrájú városban éltem egyrészt, és több nemzetiségű országban. Tehát valójában, hát ugye természetesen, hogy jól beszéltem a szerb nyelvet, hiszen magyarul csak 8 elemét, 8 osztályos iskolát végeztem, a többi szerbül. És az, hogy párhuzamosan olvastam én is, meg a kortársaim is a szerb irodalmat, filozófiát, mindent, de olyan természetes volt, hogy mindenki beszélte a más nemzetiségnek a nyelvét, vagy egyet, vagy kettőt, de volt egy közös nyelv, amelyen megértettük egymást. És abszolút természetes volt, hogy én magyarul írok, de szerb fordításban megjelenhetnek a verseim. A fordítás persze az külön gond volt, hogy ki fordít. Aztán én is rákényszerültem, hogy magam fordítsam szerbre a verseimet.
Tehát ez igen, igaz, hogyha nem ott születek, akkor bizonyára nem tudtam volna így párhuzamosan belélegezni más, vagy nehezebben tudtam volna belélegezni a más kultúrát, és magamévá tenni, de mindig is ügyeltem arra, hogy megtaláljam, illetve megkeressem a magyar gyökereimet, hiszen, mint mondottam, a Újvidék az nem volt egy magyar közeg, tehát én tanultam, én keresgéltem a magyar gyökereket, tehát a népdalokat, eredeti hangfelvételeket igyekeztem meghallgatni, vagy hát olvastam a népmeséket, tehát nem, jobban otthon, ha magyarul beszéltünk természetesen, de más, azon kívül, amit beszélgettünk, más alapom nem volt, tehát könyv nem volt otthon, hát olyan családból származom, édesapám írástudatlan volt, tehát nem igazán mondhatnám, hogy kultúrhagyományt azt a családból valóban autodidaktaként igyekeztem magyar lenni. Ez a gyerek színészet az már akkor egy egyenes út vezette a színi iskolába is? Tehát nyilván, hogy amint említettük először, ugye a biztos talaj, az ugye elindult a kereskedelmi vagy gazdasági iskolában, de azért ott lebegett mindig a színészet is, nem? Tehát, és hát ha jól tudom, akkor éppen akkor szült, és mindjárt meg is kezdte a színi iskolát. Tehát ez is egy a nőknek, hát ez hogy mondjam? Igen, igen. Botrányos lehetett. Igen, igen, ez még a családban is az volt. Valóban így van, hogy gyerekkorom óta, hát ugye mivel felbeteg 11 éves korom óta a gyermekszínjátszó csoportban, a rádióban, ezáltal én híres lettem. Akkor még élőben mentek a rádióműsorok. Tehát egy talpra esett kislánynak kellett lenni, aki ott lapról jól tud olvasni, elég jó a kiejtése, és még már akkor elkezdtem verseket írni. Tehát valahogy ez úgy meghatározta az életemet, hogy én színésznő lehessek, illetve legyek, és költő szerettem. De az akkori versei, azok is már hogy mondjam, furcsábbak voltak? Nem. Vagy a kis gyerekes, nem. Lányos? Nem, én végigjártam a szamárlétrát, rémes versek, tehát mindent úgy, ahogy a koromhoz illően, utánérzések alapján. De aztán 15-7 éves koromban rájöttem, már mint az írással kapcsolatban, hogy ez nem én vagyok. Hát általában így írnak verseket, ugye, de nem voltak engem irányítson az olvasmányaimban. Semmi, hogy magamtól jöttem rá, hogy ez nem én vagyok, ez valami olyan, amit nem. Egyszerűen most már abba kell hagynom az írás, vagy pedig kitalálni valamit. És ez a színjátszás, tehát most ez párhuzamosan ment. Tényleg ez van 17 éves koromig ment, és akkor ugye, mikor már befejeztem 15 éves koromban a 8 általánost, és kellett egy középiskolát választani a 15 éves koromban, akkor már volt annyi eszem, hogy rájöjjek, hogy én jó művész szeretnék lenni, nem pedig olyan, amilyenből sok van, vagy utánzat, tehát ez a versekre is értendő, meg a színi pályára is. És úgy gondoltam, hogy ha nem lehetek jó művész, akkor, és ha csak átlagos, akkor választok egy átlagos pályát, amely megélhetés biztosít. Mert hát azért nem szerettem éhezni, mert abban volt részem. És akkor így gondoltam, hogy egy középiskola, egy közgazdasági technikum középiskola, ez egy ilyen biztos hivatalnoki vagy tisztviselői állást nyújt, ahol a középszerűség az egy természetes dolog. De amellett persze, hogy nem adtam fel azt a vágyamat, hogy jó költő legyek és színésznő. És egészen 20 éves koromig dédelgettem ezt a vágyamat, elvégeztem a középiskolát kitűnővel, és még fel is vettek banktisztviselőként, és elkezdtem dolgozni, és akkor 20 éves banktisztviselőként, és akkor jött el az életemben az a fordulópont, hogy színésznő lehessek, bár nem volt színház, magyar színház Újvidéken, ahhoz ugye, hát csak az Újvidéki Rádió társulatához csatlakozhattam, fel is vettek, és szerencsémre akkor megnyíltott Újvidéken egy szerb színészképző középiskola, oda is beiratkoztam, de akkor mentem éppen férhez, és egy évre rá szültem is, tehát amikor elkezdődött a színiskola, én akkor már szoptatós anyaként mentem is
És jártam, és még dolgoztam állandó munkaviszonyban. És hogy ment férhez 20 évesen, hogyha más akart lenni? Tehát, hogyha egy modern nő akart lenni? Hát erről van szó. Hát ez az a kettőség az életemben. Hogy a hagyományt és a kötelezettségeket, azokat vállalom, meg hát én szerettem volna mindig gyereket. És szerettem volna egy művész élettársat, vagy valakit. Tehát az én életembe belefért ez, ha a család is megengedi, hogy én továbbra is művészettel foglalkozzam, a kenyérkereseti foglalkozásom mellett. Tehát... És akkor ideig, óráig ez jó volt? Hát igen, 5 évig. De hát, amint mondtam, tehát akkor ilyen válaszút előtt álltam az írásnál is, hogy vagy jó író leszek, illetve őszinte, akinek hiteles sorai vannak, vagy nem. És akkor ez a Rambói elf, hogy modernnek kell lenni mindenestől. Ezt úgy értelmeztem, hogy őszintének, hogy legyen fedezete a gondolataimnak, a mondataimnak, hogy azt adjam magamból, ami vagyok, tehát ez a többnyelvű kultúra, ez a sokszínű vidék, ahonnan származom, és ezek a gyökerek, az enyém azok, eléggé kiterjedt gyökerek, ugye, hogyha a Balkánra gondolok, tehát ez a sokszínű, én úgy éreztem, hogy ez elég érdekes, és elég spirituszt, vagyis hát erőt ad nekem ahhoz, hogy a világban is érdekes legyen. Mert nem akarom én a beatniket, meg a hippi irodalmat, vagy a művészetet utánozni, hát hiszen az ott aktuális, Amerikában, meg ahol a fogyasztói társadalom ellen küzdenek. De én nem. Én valóban a női egyenjogúságért, meg a, tehát az, hogy egy női művész érvényesüléséért küzdtem, az igaz. De hát ez is akkora erőfeszítés, mintha a fogyasztói társadalom ellen küzdenék. De hát akkor alig vártunk, hogy fogyaszthassunk, nem hogy küzdjek ellene. Akkor olyan idők voltak még ugye a 60-as, 70-es években, hogy egy nájlonzacskót 5-ször is kimostunk, és hogy fóliát pazaroljunk, meg ilyesmi. Tehát egy alufólia az egy nagy kincs volt. Persze, hogy használtuk mi is a művészetben, mert hát az egy izgalmas. Na és akkor itt voltak ugye azok a témák, amelyek nyugaton is témák, de hozzánk sokkal később kerültek el, mármint még Jugoszláviában is néhány évvel később. De azért... Mégiscsak előbbre voltunk, mármint Jugoszláviában, az ilyen témáknak a felmutatásában, mint a női ugye, emancipáció, a szexuális forradalom és az ilyenek. És hát az, hogy a nőknek ott is azért nem voltam olyan egyszerű érvényesülniük, nem is merem viszonyítani Magyarországhoz vagy máshol. Tehát ott még rosszabb helyzetben voltak a női alkotók, mármint ebben a mármint az elvárásokban, hogy hogyan írhat, vagy hogyan jelenhet meg egy nő, akár költő, akár képzőművész. Na és akkor ugye ott volt, hogy a hangját megtalálta már, a hangot, már jókorán. Ugye, hát, erre is szokták. Jó. És akkor gondolom, hogy valamilyen szinten, hát hiányzott a test, ugye? Ez a színpad, a színházi előadások, igen, ebben már lehetett mutatni mindenestől meg Ladik Katalint úgy, ahogy van, nem csak a hangját. Igen, ahhoz, hogy én színházi szerepeket kapjak, ahhoz néhány évtizednek el kellett telnie, ugyanis hát pont az, hogy én test nélküli rádiószínész voltam, tehát nem volt testem. Ehhez ki kellett alakítanom a saját önálló műsoromat. Egyébként nagyon sok színész Magyarországon is, meg Erdélyben is, önálló költői estekkel járta az országot, és ott előadták. Na most én ezeket ismertem, hogy milyenek voltak, csodálatos volt Jancsó Adrián, őt is láttam, mert eljött Újvidékre hozzánk. Úgyhogy volt mihez összehasonlítani magamat, és akkor én rájöttem, hogy az mind nagyon szép, de én a saját verseimet másképp mondanám el. És a saját verseimmel azt csináltam, amit akartam, belevihettem a hangköltészetet, tehát nem csak az úgymond szépen elmondott verseket. Egyébként, amikor íródik egy vers, akkor már tudja, hogy az megmarad papíron, vagy hozzátesz tehát hangköltészet, igen, vagy vizuális költészet, vagy hogy működik, igen, ez, igen, a folyamat? Igen. Tehát már úgy születnek a versek, hogy mi az, amit már így hangkölteményi formában érzek, vagy hallok magamban, a másikat pedig csak írásban. És akkor
készítettem el ezeket az önálló esteket, amelyek nem csupán költői előadó estek, hanem költői performanszek voltak. Uh-huh. Tehát ott a látvány, a hang, a mozdulat, a jelmez, a smink, mimika, tehát ennek mindnek nagyon nagy szerepe és szimbóluma, jelentősége volt. És azután kezdődött az úgymond a színpadi szereplésem, tehát akkor ez azt mondta, hogy már a 70-es évek vége, 80-as évek eleje, amikor megalakult Újvidéken a Magyar Színház, akkor én is a társulat tagja lettem, és kezdtük a hagyományos kamara előadásokat, amelyekben voltak szerepeim, de önálló estjeim is voltak emellett, amelyet Jancsó Miklós rendezett, tehát azért, mivel a színházban azért... És hát Tolnai Otto, ugye igen, ez a monodráma, igen. Azért mondom, hogy akkor már testileg is eléggé jelen voltam a színpadon. Szóval ebben a fogalomkörben valószínűleg, hogy többszöri, ez meggyőződöm, hogy erre szükség volna többszöri halál és egy végleges föltámadás, amelyik végül is az embernek a szabadság szükségletének ez szimbolikus átélését, ami a művészetnek a lényege. Egyszer csak szabadság. Egy direkt be. Szükséglete és a szabadságtól való menekülés. Nézd meg csak kicsit magadat, hogy melyik halál illene hozzám. Gondolkodtam az a halálom? Igen, gondolkodtam. Gondolkodtam? És sajnálod magad? Nem. És sajnálod itt hagyni? Nem, mert én a halállal nagyon jó barátságban vagyok 20 éves korom óta. Az minden aktivitásomnak valójában az a motorja, állandóan a halál, az idő és a... Nem, szóval keresztül lépsz halál, de meg azt maradni utána, nem? Ne, attól függ. Szóval itt egész másképp gondolkodom a halálról. Választás kérdése, szóval... Ne látszodom. Nem. Nem, naponta valójában úgy alszom el, hogy vajon felébredek-e, vagy az olyan tény, az olyan természetesen belejárulja. Persze. De valójában álmomban nem szeretnék. Na, azt már tudom, hogy mit nem szeretnék. Nem szeretnék álmomban meghalni. Szeretném tudni, hogy most az lesz, és kész, és figyelni. Annyira racionális. Igen. Szeretném tudni, hogy mikor következik be. Nem szeretnék tudatta. Attól félnék a legjobban, hogy álmomban következik be. Most azt megcsinálod, hogy... Te látod magadon, hogy... Látod magadon a halált is? Igen, egy darabig szeretném, igen. Egy darabig szeretném tudni, hogy most ez az. Akkor ezt megcsinálod, hogy nézed magad hogy a halált is. Igen. És hogy akarsz meghalni, akkor hozzá egy széket, és pózban halsz. És figyelném, igen, és figyelném, és biztosan... Akkor azt csináld meg, hogy... A szememet és a pupillákat, addig, amíg tudom követni. Akkor régen állj be egy pózba, úgyhogy behozod a széket magadnak. Igen, és egy olyan kényelmes pózba, hogy mondjuk, amikor már az érzékszervek ugye elhagynak a hallása. Tudod, hogy a nagy rómaiak ezt próbálták mindig egy ilyen látványos halált. Igen. Hogy hát úgy látványos, hogy nekem, de ez önmagamnak, ez a saját élményem, úgy. Teljesen. Ez hozzátartozik az életművemhez. Tehát én az életem egy műalkotás, tehát ezt is magamnak kell megrendezni és véghez vinni, teljesen egyszemélyes színházat is. Akkor már el volt válva? Elnézést. Igen, tehát azt szeretném megtudni, hogy nőként ez az elválás, ez egy a korszak lezárása. Ez a bátorságot erősítette? Vagy hogy? Igen, akkor voltam a legaktívabb, akkor jutott a legtöbb idő magamra a vállások után, már hogy kettő is volt. Uh-huh. Tehát azt jelenti, hogy a házasság az egy valóban energiaemésztő, tehát valóban kimerített, meg kifárasztott, meg mindent, de csináltam. Aztán bizonyos okok miatt azért csak elváltak útjaink. Az első, de az nem jelenti azt, hogy az együttműködés nem maradt volna meg. Az első férjemmel, a Király Ernő zeneszerzővel nagyon is aktív maradt a kreatív együttműködésünk zeneszerző lévén, és már korán megtaláltuk az együttműködésnek az alapjait, tehát az én hangommal, az inspirációmmal, akkor ezekkel a konkrét vizuális versekkel, és ezek a modern partitúrák, ezek vonzották őt, meg engem is. Tehát ilyen értelemben egész a férjem Király Ernő haláláig együtt dolgoztunk, hiszen van egy közös gyerekünk is, de az alkotói együttműködésünk az megmaradt továbbra is.
És de a válás után ugye jöttek persze más terhek, egzisztenciálisra meg minden, de attól függetlenül ez az alkotói tevékenység ez úgy kirobbant belőlem. Mert bizonyos értelemben azért csak felszabadultabb lettem. És a döntések valójában az, hogy az ember vállal egy válást, ez felszabadító volt, hogy olyan döntést hoztam, amely valóban akkor hasznos volt, ha nehéz is volt az életem emiatt, anyagi értelemben, meg minden értelemben, de hasznos volt, és hát sajnos sokkal sebezhetőbb lettem a társadalomban, mint elvált asszony. Aki Balkán... még színésznő is. Színésznő, meg elvált asszony. Ez egy csodabogár. Igen, ez, tehát ilyen értelemben nagyon nehéz volt. Mert a házasság az valami értelemben valami védettséget nyújt a társadalom szemében, akkor az egy tisztességes nő, ugye, aki férnél van. Aki pedig gyerekkel, elvált asszony és még színésznő, és még a testét is mutogatja, hát az aztán egy kézbotrány. És így egész életemben talán ez a megbélyegeztetés, ez a stigma, ez stigma kísért végig. Tehát nem a magánéletem, hanem a művészi tevékenységem miatt, mert ott voltam bátor. Magánemberként én teljesen átlagos, normális ember vagyok, tehát nem is a magánéletem volt gond a társadalom egy részének a szemében. Na jó, de hát, hogy pont az, hogy ilyen nagy nevek, mint Tolnai Ottó, mint Jancsó Miklós, mint Harag György, foglalkoztatták önt, hát ez sem törölt ebből a bélyegből? Tehát nem enyhített rajta? De hiszen ők is megbélyegzett embereknek számítottak bizonyos körökben. Jó, aki a Jancsóval dolgozik. Igen, szóval kár értem, mondták nekem, hogy kár, hogy Jancsóval dolgozom. Tehát furcsa, de hát... Na, itt jön az a bátorság, hogy nem érdekel, csinálom tovább a dolgomat. Csinálom, és akinek kellek, vagy akinek jelent valamit az én tevékenységem, ha kapok egy kis visszajelzést, akkor az továbbra is ösztönöz. Tehát nem, hogy továbbra is csináljam magamat adom, magamat csinálom, mert úgy látszik, hogy valakihez eljut ez az őszinteség. Ezért gondoltam azt, hogy illetve éreztem igazoltnak azt, hogy csak amit én igaznak találok, azt kell felmutatni, és nem kiszolgálni a pillanatnyi közízlést, vagy a kritikusokat, vagy ilyesmit. Hát emiatt persze eleinte nem is volt úgymond sikerem hivatalosan, csak nagyon sok negatív kritikát, meg visszajelzést kaptam. Hát normális embert ez mondjuk már régen hát visszatartott volna attól, hogy tovább folytassa. Engem nem. Csak a legrosszabbakat hallottam, meg olvastam magamról. Hogy rossz verseket írok, hogy tehetségtelen vagyok, hogy csúnya vagyok, hogy... Csúnya? Bizony, igen, de az akkori szépség ideálnak én nem feleltem meg a gyönyörű. Színház. Látom magam előtt a képeket. Talán. Gyönyörű. Nem, a színházban nem tartottak szépnek, a rádióban sem. Úgyhogy... Megszerettem a vörös kutyát. Hasamban jól érzi magát. Jöjj el, ó, nyírfám árnyékába. A hetedik ágra. Egy fenekű dobom, meg ne botolj. Rézd rajta, karikka, sámán tűzzel gőzcsutka, forduljon ki rajta. Engem az is meglepett, hogy ugye, tehát 50 évesen telepedett át Magyarországra. Tehát azért bírta, húzta, ameddig csak lehetett, mert hát ugye szörnyű idők voltak azok a 90-es évek és hát szinte egy évtized ott a Vajdaságban, ugye. És én is elgondolkoztam azon, hogy vajon engem mi tudna arra késztetni, hogy elhagyjam a helyemet,
a helyemet, mert ugye ez lehet ország, város, bármi, de a hely, ahol vagyok. És biztosan nagyon, nagyon rossz kellett legyen ahhoz, hogy elhagyja ön, mert úgy gondolom, hogy tényleg egy erős nő volt, és most is az. Tehát ez a, mi volt az a végső pont, amikor azt mondta, hogy most már el kell menjek innen? Tehát én úgy éreztem már a 80-as évektől, hogy egyrészt megszűnt az életterem, mert nekem egész Jugoszlávia volt az életterem. Tehát én teljesen ilyen értelemben, jó értelemben asszimilálódtam a jugoszláv kultúrába. Tehát engem, én jelen voltam. Szlovéniában, Szerbiában, Horvátországban, Makedóniában jelen voltam. Minden estől számítottak rám. És amikor szétesett, meg általában ez a Milosevicsi politika, hogy elizolálta, tehát elszigetelte Jugoszláviát külföldtől, és bejött ez a korlátozás, az embargó, hogy nem nagyon utazhattunk, hát akkor megéreztem én azt, amit maguk ugye éreztek, uh-huh. hogy mi az, hogy egy útlevél miatt nem utazhat az ember többi külföldre. Engem is ez utolért, de mondjuk ez utolért mindenkit, tehát ilyen értelemben nem különböztem, mármint a közérzetben, a rossz közérzetben. De engem az űzött el, vagyis ilyen önszámüzetésbe azért kényszerültem, mert úgy éreztem, hogy a vajdasági magyarok között fölösleges vagyok, senkinek sem kellek. Íróként sem, színésznőként sem, és... Magyarorsz... De akkor valamiért fontosabb lett volna, hogy a vajdasági magyaroknak? Igen. Szóval... Nekem fontos lett volna, hogyha engem marasztaltak volna, hogyha, mivel azért nem tartoztam sehová, és nem kellettem, mert nem csatlakoztam egyik párthoz sem. Akkor volt az, hogy a két magyar három pártot alapít, szóval akkor lett ez a dolog. És mivel én nem úgy tekintettem az akkori napi politikára, mint ők, kívül maradtam, tehát senkinek sem kellettem. És úgy éreztem, hogy legkevésbé a magyarok között érzem magam jól, mármint a vajdasági magyarok között, hanem a fiam után mentem Magyarországra, uh-huh. és a magyar nyelvterület miatt. Nekem nagyon fontosak voltak a gyökereim, mint mondtam. Most kicsi áthelyezem, ha magam mondjuk néhány száz kilométerre, közelebb leszek a fiamhoz, fértem, hogy lezárják a határokat, mert hát ott volt már a háború, és mondom, akkor legalább a családhoz legyek, vagyis hát a fiamhoz legyek közelebb. És az, hogy ott már én nem kellettem, nem adták ki a könyvemet, nem. Tehát egyszerűen úgy éreztem, hogy szinte. És mikor mondtam, hogy elmegyek, elmennék, senki nem mondta azt, hogy ne menjek el, hogy maradjak, hogy mégiscsak el lesz nekünk, nem. És úgy éreztem, hogy akkor most, ha az ember fölösleges, fogja a batyuját és elmegy. És új életet kezdek, de teljesen új életre gondoltam, nem is gondoltam, hogy engem befogad Magyarország. Tehát jó, hát ismertek vagy ez, de az, hogy felkarolnak, erre nem gondoltam. És ez volt a meglepetés számomra, hogy persze egzisztenciálisan teljesen egyedül kellett magamat eltartanom, meg semmilyen anyagi segítség nem volt, de viszont megnyíltak előttem az akkor lehetetlennek tűnő kapuk, vagyis a folyóiratok, publikálhattam, könyvem, minden. Tehát ilyen értelemben fellélegeztem, hogy de az egzisztenciális gondokat meg kellett oldanom, és szerencsére hát új foglalkozásokat, vagy foglalkozások nyíltak meg előttem, felkínáltak nekem olyan munkát, munkahelyeket, amelyekkel nem is foglalkoztam. Mindent elvállaltam, mindent csináltam, nagyon sokat dolgoztam, hogy túléljem. És hát sikerült. És most hogy érzi magát ott Magyarországon? Megteremtettem az én kis mikrovilágomat, és úgy, hála Istennek, ugyanazzal foglalkozhatom, mint Jugoszláviában. Tehát van útlevelem, szabad útlevelem, rengeteg külföldi meghívásom van, írhatok, mindent csinálhatok, és úgy írhatok, ahogy akarok, hiszen azóta nagyon megváltozott az irodalmi élet szerencsénkre, nők szerencsénkre, tehát a nők most már nem csak, hogy úgy írnak, úgy írhatnak, ahogy én írtam, hanem sokkal vadabbul és szabadabbul, ahogy én sosem írtam, tehát olyan szókimondóan írnak. Én nem írtam ilyen szókimondóan, mégis én voltam ugye az a nagy-nagy szabadszájú, de nem. De mondom, most már sokkal jobb a helyzet ilyen értelemben publikálás szempontjából,
nem csak nekem, hanem a nőknek általában. Hát még a funkcióban, tehát amikor magasabb funkciókról van szó, akkor még mindig azért a férfi társadalom dönt a nők helyzetéről mindenben. Magyarországon is, meg továbbra is ez, de legalább a publikálási lehetőség az megnyílt. Hát nyugaton az természetes, hogy fantasztikus, csodálatosan jó írónők vannak és művésznők, és bizonyos értelemben a nők ideje jött el. Ezt tapasztalom a képzőművészetben, meg általában abban a műfajban, amelyet én a 70-es években műveltem. Tehát a performance, a képzőművészeti része, a hangköltészet, valahogy a nyugati művészettörténészek rájöttek, hogy elég elhanyagolták ezt a közép-kelet-európai területet feldolgozni. És hát rájöttek, hogy micsoda kincsek vannak itt, Lengyelország, Csehország, Magyarország, Jugoszlávia. És szerencsémre megértem, mármint életkorilag megértem azt az időt, hogy eljöttek hozzám művészettörténészek, és az archívumomból kikeresték, találtunk anyagokat, fotókat, dokumentumokat azokból az időkből, amikor én a 70-es években Jugoszlávia szerte, vagy Magyarországon, vagy külföldön felléptem performanszekkel, és más ilyen dokumentumokkal tudtam nekik felmutatni anyagot az életemről, és ezáltal én újból, úgy mondom, reneszánszát, vagy nem tudom, miket élem annak a tevékenységemnek, amik akkoriban élőben voltam, ugye 70-es években, 80-as években külföldön. Akkor volt ugye ez a nagy szünet a jugoszláviai politika miatt, és most újból felfedeztek, és azért mondom, hogy most ugyanúgy érzem magam, mintha Jugoszláviában lennék a régi jó időkben, mert innen utazok sokat, ugye jönnek hozzám külföldről. Szamura! Mágia tűzre lille, mágia tűzre lille, mágia tűzre lille, mágia tűzre lille, mágia tűzre lille. Ez fontos, hogy elmehet
Igen, ez nagyon fontos, az elmenés. Mert azért is kérdezem, mert most valahogy úgy érzem, hogy megint valami olyan idők vannak Magyarországon. Nyilván nem a háborúra, nem a robbantásokra, nem ezekre célzok, hanem közérzet vagy hangulat, mint amilyen volt a 90-es évek elején Vajdaságban, ami elől elment. Vagy nem, nincs egy ilyen? Tehát a gyűlöletkeltés, az úszítás, én csak erre gondolok. Igen, én ezt nagyon is éreztem. Amikor átjöttem 92-ben Magyarországra, milyen jó volt, hogy mondom, jaj, de jó. Itt csend van, és alig pár száz, nem is pár hát jó van, ha szabadkáról nézem, akkor csak tizenvalahány kilométer. És más ország, mintha semmi köze nem lenne ahhoz az élethez, ahonnan menekültem. Mert valójában elmenekültem magam. Nem üldözött senki, én magam menekültem, mentem el. És mit ad Isten, hogy néhány év után, vagy évtized után ugyanazt az uszítást érzem magyar-magyar között, és most már nincs hova elmenni. Tehát senkinek nincs hova elmenni, hanem talán egy belső emigrációba vonulhat az ember. Én azt teszem, tehát én már nem akarok elmenni innen. Nem azért, mert jó, hanem azért, mert látom, hogy nincs értelme hova menni. Ha döntenem kell, akkor inkább a kulturális gyökereimet tartom meg, hiszen ez volt mindig az elvem, és ebben találom meg a magam autonómiáját és azt a területemet, mert hál' Istennek gazdag, ez a magyar, meg ez a balkáni kultúrvidék, meg a hagyomány, és ebben lehetek avantgárd is, meg amit akarok, és autentikus. Mert itt arról van szó, hogy az ember vagy felmutassa a fedezetét annak, amit csinál, és én azt hiszem, hogy ez az én fedezetem, ez az én igazi útlevelem, ha azt vallom, ami vagyok, tehát egy több nemzetiségű kultúra terméke, vagyis hát engem ilyenné formált ez a vidék, a maga hát tragikomikus történelmével, mert az sajnos, de hát ha máshova mennék el, akkor mit? Akkor egy olyan átváltozáson kéne keresztül mennem, ami nem lehet, amit nem lehet sérülések nélkül megvalósítani, de minek? Hát maradok az, aki voltam, hiszen így is egyre inkább gazdagabb vagyok. Hiszen jobban megismerem a környező országok kultúráját annak köszönhetően, hogy most már utazhatok Romániába is. Rengeteg díjat kapott úgy irodalmiakat, mint ugye a színészi tevékenységért is annak idején. Megkapta ugye a József Attila díjat is, szóval kapott ilyen mindenféle kategóriájú díjakat is. Aztán ugye 2016-ban jött ez a Lennon békedíj, ami azt hiszem, hogy az kavarta a legnagyobb port. Szóval ugye a munkásságáért... Nyilván, hogy ez is valamilyen szinten ezt mutatja, de nem? Tehát úgy tűnt akkor, hogy van egy óriási publicitás Lady Katalin körül, hogy megkapta a Joko által adott díjat, ugye? Az hogy volt? Hát nagy meglepetés volt. Valóban Magyarországon most már megkaptam szinte a legmagasabb díjat, mert a Babirkoszorú díj az... mondjuk a Kossuth díjat előzi meg, tehát valójában egy nagyon magas irodalmi kitüntetést is megkaptam Magyarországon. Szerbiában is megkaptam a nemzetiségek kultúrájáért díjat, ami szintén nagy állami díjnak számít. Tehát utólag azért megjöttek ezek az elismerések. És az ember azt mondaná, hogy hát jó van, ezt meg kellett érni, hála Istennek, hogy még életemben elismertek. És mindkét országban, mármint Jugoszláviában és Magyarországon is elismertek. Mindig az együttélés hírnöke voltam, vagy képviselője voltam, hiszen a kultúrák között közvetítettem, akár szerbről magyarra, akár magyarról szerbre, tehát valahol megtaláltam a saját szerepemet, és ilyen értelemben talán a béke küldötte is vagyok a művészet által. Akkor igazából egy kicsit meglepődött, de annyira nem lepődött meg ettől a díjtól. Utólag, amikor kicsit... Vagy hitte, amikor mit tudom én, az első értesítés érkezett? Nem hittem. Azt hittem, hogy valaki viccelődik velem. Nem is válaszoltam. Hát kaptam egy e-mailt, hogy engem
hát, hogy jelöltek erre a díjra, és hogy adjak adatokat magamról, meg ez, meg az. Hát mondom, hát ilyen valami fejeget, tehát ilyen valami hülyeség valaki adataimhoz akar jutni, meg. Úgyhogy nem is válaszoltam, hát, hogy mondom. És akkor megjött a díszes, papíros, ezért boríték, pecséttel, minden alájátság, hát mondom, mégiscsak igaz. És akkor válaszoltam csak nekik, mert először azt hittem, hogy valami csőbehúzás, vagy ilyesmi. És ez nagy pénzjutalommal járt. Na most itt valójában ez egy erkölcsi, erkölcsi díj, mert a pénzt azt valójában rögtön tovább kellett volna adnom, javasolnom olyan szemét, vagy olyan intézményt, vagy civil szervezetet, amelyet én érdemesnek tartok arra. És tehát ez volt a feltétel, tehát nem én teszem zsebre, én csak javaslom, hogy kinek utalják át. És én úgy gondoltam, kár, hogy nem oszthattam több ország felé, tehát akkor, de ugyanannak a szervezetnek adtam volna akár Magyarországon, akár Jugoszláviában, vagy a környező országokban is, tehát a családon belüli erőszak áldozatainak. Mert az nagy gond Magyarországon is, a környező országokban is, hogy a családon belüli erőszaknak áldozatai vannak, nők, gyerekek, és jó, van néha férfiak is, de mindegy. És vannak ezek a menedékházak, ahova elbújhatnak azok az áldozatok, akik veszélyben vannak odahaza a családtól. És nekik adományoztam ezt az összeget. Katalin, én nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívást, és hát egy lezáró gondolat lenne. Gondolkoztam, hogy vajon hogy is mutatnám én be Katalint. De ugye... Kíváncsi vagyok. Többször hangsúlyozta, hogy elsősorban költő. Viszont a tegnap mondott egy olyant, hogy látja a hangot. És ez engem nagyon megragadott, a hanglátó. Tehát aki látja a hangot, és aztán ki is fejezi valahogy azt a hangot, amit ő lát, én nem látom, viszont meg kell, hogy érezzem, hogy mit lát Katalin. Tehát valami ilyesmi van bennem, úgyhogy akkor mondja, hogy ki csodaladik Katalin most 2019-ben. Most is az vagyok, aki voltam 20 éves koromban költő, aki látja a színeket, aki látja a hangot, érzi a hangot, hallja magában a hangot, és ezt igyekszik a különböző műfajokkal ki is fejezni, vagy életre kelteni azt a hangot, azt a színt. Tehát egyszerűen életet adni a színnek, a hangnak és a mozdulatnak, mert úgy érzem, hogy néha a költő mozdulni is akar. Tehát ez az az összművészet, amit én úgy érzem, hogy ez talán a költőszet lényege, az összművészet. Tehát abban benne van a szín, a hang, a tánc, ha ugye olyan értelemben tánc, ami egy spontán mozgást feltételez. Nem a szabályos mozgásokat, hanem a spontán mozgást. Tehát nekem, számomra ez a költő, és bizonyos értelemben varázsló is. Mert hogyha én olyan erővel rendelkezem, olyan sugárzással, hogy hatok a másik emberre, akár az élő szavammal, akár az írott szavammal, akár egy képpel vagy látvánnyal, amit én megteremtek, akkor az már bizonyos értelemben varázslat. És akkor itt van közel a sámánhoz, hogy közvetítő szerepe van bizonyos láthatatlan erők, de bizonyos energiák és a közösség között, tehát közvetít. Egy költő az szerintem mindig közvetít, hogy egy valami üzenetet eljuttasson, és ott felvirágoztasson a másikban, az olvasóban, vagy pedig a hallgatóban. Jó, ez így nemtelen volt. Hol jön be a nőség? Mert a nőségnek is nagyon fontos szerepe van. Nem? Igen, hát csak annyiból, hogy autentikus vagyok, tehát bár én a nőiességemet az úgy kerülgettem időnként, vannak olyan alkotói fázisaim, amikor androgűnként jelenítem meg a mondani valómat, mert nagyon érdekel
az állapot, amikor az ember egyesíti magában a nőt is, meg a férfit is. Tehát nem csak nőként vagyok én jelen a tevékenységemben, hanem így néha férfiként, néha anima, tehát állatként. Érdekel az állati jelenlét, vagy az állati létnek a lényege, hogy hogyan érezhet, vagy gondolkodhat egy állat a világról, vagy az emberről. Tehát itt nem csupán női szerepről van szó, szóval az is jelen van bennem. De nem csak az, én valahogy úgy egységesen érzem a világot, és a kozmoszt, a mindenséget. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Szívesen.